A Fürdők Aláka című filmnek december 5-én tartották a Magyar Kanizsai bemutatóját a Művészetek Házának mozitermében. Az alkotás különlegességét a témája adja, ezért voltunk mi is jelen a bemutatón, ezért beszélgettünk az alkotókkal. A Fürdők Alákának Erdélyben nagy hagyománya van. Egy kis társaság 10 nap alatt megépít, újra teremt népi gyógyfürdőket a helybeliekkel együtt. A kaláka, mint tudjuk, közösségi munkaforma, amelyben mindenki saját ereje szerint vesz részt. Zajti Ferenc, Gábor és Balázs a sepsibodoki sütei borvízferedőnél zajlott felújítási munkálatokat vitte filmre. Ez a most megismert kezdeményezés és életszemlélet akár nálunk is táptalajra találhat. Megnéztük azt, hogy mit csinálnak ezek az emberek reggeltől estig, és mi ezt követtük nyomon a faluval, ezekkel az emberekkel, akik ebben részt vettek, és mi magunk is részt vettünk ebben a történetben. Hogyan működött a kaláka? Ez egy hosszú történet, mert az eleje azzal kezdődött, hogy az önkormányzattal fel kellett venni a kapcsolatot. Az önkormányzat az valamilyen módon ezt fel kellett, hogy vállalja. Hozzá kellett tenni a saját erejét, hozta magával a kalákás mozgalom a saját történetét, az embereket, és így tulajdonképpen kialakult egy olyan történet, ami a faluval együtt, az önkormányzattal együtt létre tudott hozni egy olyan elemet, ami szerintem egy európai kezdeményezésnek is a lehetőségét biztosította. Mennyire fenntartható ez, amit létrehoztak? Ez működik. Tehát, hogyha megnézi valaki, és visszamegy ezekre a helyekre, akkor azt tapasztalja, hogy ott belakták az emberek, együtt élnek vele, használják, szeretik. Én azt gondolom, hogy ennél többet nem is kell erről mondani. Itt vagy bárhol máshol, megvalósítható-e ugyanez a történet, és ugyanez a kezdeményezés ilyen hatásfokkal? Szerintem igen. Sőt, ez mindenhol megvalósítható, ahol van kezdeményező képesség, és ahol vannak olyan emberek, akik ezt fel tudják vállalni, és akik ezt szeretnék megcsinálni. És akkor onnantól kezdve semmi akadálya nincs. Ha, jó, most megint túlfutott kicsit. De a végét le lehet szövetelni, tehát mondjuk a vége igen. Be van fogva, meg itt is be van fogva a földbe, mert az oldala az puha. Igen. A történet adja magát, de mint filmesek, operatőrök, miben látták meg ennek a történetnek és ennek a lehetőségnek az igazi ízét és zamatát? Hát, hogy van az emberekben egy aktivitás, és van egy kezdeményező képesség, és van valami, ami egészséges emberi akaratból származik, és szerintem ezt kell igazából észrevenni. Hogy valami, ami a környezetükben szükséges és fontos, azt meg tudják csinálni. A filmvetítés utáni beszélgetés során kiderült, sokakat megfogott az erdélyi történet, és a közösség megtartó, itt tartó erejéről is szó esett. A Fürdők Aláka című film magyar kanizsai és egyben délvidéki bemutatóját a regionális kreatív műhely, a Cinema Film Műhely és a Landart civil szervezet közösen szervezte.